Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy hétvégi szerelmi jóslás. Először is köszönetet szeretnék mondani azért, hogy hűségesen nézitek a videóimat, kapok lájkot vagy kommentárt. Persze örülnék annak is, ha megkeresnétek a Facebook oldalomon Dendera Susanna Medici vagy Dendera Medici, két oldalam van. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. A pénteki nap energiája itt látható. Ő kimerült, fáradt, vagy vannak gondjai. Kell számára a pihenés. Lehet, hogy most visszahúzódik, de vannak nála elképzelések, meditál valami felett, és itt a háttérben ez a szent kép mutatja azt, hogy miről van szó. Ott megjelenik a szív, tehát szeretetről, szerelemről van szó. Ő lezár valamit, lehet, hogy tanult, vagy lesz munkahelyi változás. Ez a kép nem csak a munkahelyre utal, az anyagiakra, vagy a munkahelyi kapcsolatokra, ahol ő elbúcsúzik valamitől, vagy valakitől, hanem azt is jelentheti, hogy munkálkodott saját magán, hiszen megváltozik a hozzáállása. Szombat itt látható, közeledik feléd kis lépésekkel, mert, mint ez a kisfiú, vagy ez a fiatal ember, még olyan bizonytalan, különösen ami az érzelmeket illeti, hiszen mindkét kártyán megjelenik ez az arany kehely, és az jelenti az érzelmeket. Vannak tervek, változások, lehetőségek, de az a fontos, hogy koncentráljon egy valamire, ami jelenleg fontos, és ez a párkapcsolat, hiszen érzelmekről van szó. Vasárnap itt látható. Ha te egy hölgy vagy, fontos, hogy legyen egy elképzelés. Ez a rózsaszínű vár, ez jelenti az álmaidat. Higgy ebben, hogy ez az álom megvalósul. Akkor ki tudsz lépni ebből a szűkös helyzetből, és akkor itt látható a siker. Nála is vannak még gondok, hiszen itt ez a három kehely jelenti a múltat, az ő múltját. Össze vannak törve, itt vannak könnyek a múltból. Ő jelenleg befele tekint, ahogy itt is látható, kicsit visszahúzódó, csendes, de tervez egy jövőt veled, hiszen a jövő itt látható, ez a két kehely, ami jelenti az érzelmeket, és a párkapcsolatot, téged és őt. És pontosan ez hozza majd a sikereket. Tehát kell még egy kis türelem, de erősítsd a bizalmat, a hitedet. És ez volt a hétvégi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!